Néhány napja Uszódon jártunk, ugye, ahol elkészültek azok a bizonyos RTK felvételek, amelyeket a drónokkal készítettünk. Most pedig itt vagyunk az ABZ drón irodájában, ahol a varázslat történik, vagyis ezekből a fényképekből, amik ott elkészültek, egy olyan fájl készül, amelyet aztán a traktorban, a robotkormányba betöltve a gazdálkodók simán tudnak használni. Uszód határában ugye elkészült egy csomó felvétel. Hogyan érkezik az be ide? Ugye amint elkészültek a fotók, elkészültek a felvételek, bármilyen szenzorral, kamerával volt ez felvéve, akkor hát érkezhet vagy felhőben, az szokott lenni a bonyolultabb rész, a legegyszerűbb, amikor tényleg fizikai valójában megérkezik. Aha. Egy hát kártyán, SD kártyán, remélhetőleg tele képekkel, meg adatokkal. Aha. És onnantól kezdve ugye történik maga azt, hogy valamilyen módon mi feldolgozzuk, szépen megnyitjuk a gépen, uh-huh. És amikor megnyitjuk a gépen, ugye akkor onnantól kezdve már látjuk akkor külön-külön az elkészült úgynevezett szakszóval élve ortofotókat. Uh-huh. Ez is már magában szerintünk érték tud lenni sokszor. Ugye készültek fotók, aminél látszik az út. Látjuk szépen az utat, hol voltunk, mint voltunk, itt is már kiszemelhetőek különböző foltok. Uh-huh. Tehát ez is szépen azonosítható, felülről vizsgálható maga a tábla. Nyilván ilyenkor nem csak magát a növényzetet vizsgáljuk amúgy, már azonnal, hanem azt is nézzük, hogy ténylegesen éles lett-e a fotó, felhasználható-e, kidolgozás szempontjából is hasonlók. Nyilván ezt ott is látjuk a gépen, de hát itt a nagyobb képen jobban vizsgálható. Oké, beolvastátok a képeket, akkor mi történik? Igen. Hogy lesz ezekből a fényképekből? Igen, ezeket a fotókat nekünk össze kell fűzni. Igen. Ugye? Azért hívjuk ezt ortofotókból, készítünk úgynevezett ortomozaikot. Uh-huh. Tehát tényleg, mint egy mozaikot elképzel valaki, akkor különböző kis darabkákból össze a végén egy nagy teljes ugye kép. És hát ehhez használunk már külön programokat, nyilván mi képesek ezeket a képeket minél jobban feldolgozni. Az az érdekesség, ugye, hogy nem csak ugye ténylegesen a képi anyagot dolgoztatjuk fel, hanem a háttérben lévő anyagot is, tehát a tényleges mondjuk GPS-es vagy bármilyen földrajzi adatot is belefűzünk ebbe az információba. Tehát itt nem csak ez a kép van, hanem mellette van egy így csomó van. Adat is. Így van, tehát hogyha itt most elkezdek én jelölgetni utána ezen a képen mondjuk valamit, egy sarkot mondjuk egy táblán, amit én jól látok itt uh-huh. szemmel is, akkor az koordináta pontosan én ki is jelöltem azonnal azt a sarkot. Aha, tehát mondjuk ezt a fát, ami itt van, én erre ráközítek a fára, amennyire csak tudok, nyilván idő után nagyon pixeles lesz. Uh-huh. De pont ez a lényeg, hogy én amikor nagyon jó minőségű képet készítek, akkor akár egy pixel az a valóságban mondjuk 1 cm fed le. Tehát az arány az nagyon komoly minőségű lehet, vagy ennél még jobb is lehet bizonyos esetben. És ilyenkor ugye azt jelenti, hogy ami itt a képünkön mondjuk egy pixel, az a valóság 1 cm fed le. Úgyhogy így tényleges, mondjuk egy sarkot, azt elég jól meg tudok határozni. Nyilván itt a kidolgozástól függ meg maga az egész projekt minőségétől, meg a feladat minőségét, hogy mit szeretnénk létrehozni. Uh-huh. Ugye itt azért azt elmondhatjuk, hogy mi ilyen 5 cm per pixeles felbontású képeknél rosszabbat nem csinálunk. Aha. Ez egy ilyen ökölszabályunk. Egy hektárról mondjuk készül egy 40 kép. Mondjuk, igen. És akkor a 40 képből készül itt egy. Igen, ez a nagy trúváj, igen, hogy a sok kicsiből készül egy nagy, és uh-huh. utána ezt dolgozzuk fel, mert ugye egyben jobban vizsgálható ugye az egész. És hát azonnal itt, hogyha ténylegesen elkezdjük a szemmel látható ugye árnyalatokat felhasználó képet vizsgálni, ugye láthatjuk azért itt magában ugye a talajban vannak, mert különböző foltok, itt végig ugye a táblán húzódnak, vannak világosabb, sötétebb foltok, ebből már lehet következtetni, hogy most egy kicsit ott nagyobb a tömörödés, rosszabb a talajösszetétel, vizesebb, szárazabb, hasonlók. Ugye ezeket kell majd nekünk valamilyen módon lehatárolni, kimutatni, hogy ténylegesen a mintavételezés is az pontosan meg ilyen határozni, hogy hova mennek ki, hol kezdik el a mintákat mondjuk utána venni és felhasználni a laborokban is. Tehát akkor tulajdonképpen ez az úgynevezett shape file, ami készül, igen. Ez arra
is szolgál, hogy egyrészt a gazdálkodó ezzel körbe tudja szántani teljesen a táblákat, másrészt arra is szolgál már, hogy kijelölje a további talajvizsgálati módszereket, helyeket. Ahogy Barnabás mesélte, egy ilyen shapefile, vagy nevezhetjük pontos térképnek is nagyon sokat segít a munkában azoknak a gazdálkodóknak, akiknek amorf vagy foltokban nagyon más szerkezetű, tápanyagellátottságú tábláik vannak. A robotkormány ez alapján a lehető legkisebb menetszámmal megy végig a táblán, és sokat lehet az előre rögzített paraméterek alapján változtatni az agrotechnikai technológiai elemeken is. Gergő, akinél voltunk, igen. Ő neki az a legnagyobb problémája, hogy pont a határokat, azokat is szeretné művelni, meg nem szeretné azt, hogyha a szomszédja átszántana világos hozzá, hogy akkor, amikor ő megkapja ezeket a fájlokat, akkor mire tudja használni, meg hogyan használja? Igen, az fontos hozzátenni, hogy azért nagyon sokat kísérleteztünk mi is azzal, hogy milyen programmal készítsük el pont ezért a dolgokat, mert minél jobban nyilván felhasználható fájlokat szeretnénk készíteni a mezőgazdaságban dolgozók számára. Úgyhogy ezért van maga a shapefile, amit mondunk, mint határfájl, az már egy fájltípus. Uh-huh. És ez egy nagyon univerzálisan felhasználható valami. Nyilván itt is belemehetnénk, hogy milyen kódolás van és hasonlók, de itt is mi egy olyan programot használunk fel, aminél akár az megoldható a gazda számára is, meg a mi oldalunkról is, hogy innen konkrétan ezt a határfájlt úgy küldjük el, vagy hát fizikai valójában, vagy ténylegesen egy adott felülszolgáltatásba, ami mondjuk egy irányító rendszere magának a robotkormánynak is, amivel dolgozik a gazda. Uh-huh. Tehát teljes összeköttetés van az itteni kidolgozás, illetve a gazdának a vezérlőegysége között. Uh-huh. Tehát ez azt jelenti, hogy akkor ténylegesen az a fajta fájltípus fog megérkezni majd a gazdához, amit föl tud használni az ő robotkormánya vagy gépe. Tehát mondjuk azt tudja mondani, hogy most akkor a 20-as táblámra megyek ki, igen, és akkor betölti valahonnan, ugye vagy egy pendrive-ról, vagy a felhőből betölti, igen, ezt a bizonyos 20-as táblát, és akkor a robotkormány onnantól kezdve megoldja a dolgokat. Hát jóformán igen. Nyilván itt akkor szoktak lenni például izgalmak, hogyha szeretnénk a táblákat kicsit hát tovább bonyolítani, úgymond. Mert ugye a precíziós gazdálkodásnak azon kívül, hogy most tudunk nagyon pontos határokat kijelölni, és ténylegesen centiméter pontosan megadni sarokpontokat vagy bármit, azon kívül itt a differenciált kiutatás is ugye egy, igen, fontos része lenne, és ehhez különböző zónákat kell nekünk ki lehatárolni. Uh-huh. Ezt ugyancsak elvégezhetjük itt teljesen manuálisan, tehát hogy én jelölöm körbe akkor a különböző zónatípusokat, vagy ugye az a program automatán is tud zónákat készíteni. Ez a shapefile azonban nem csak az alakzatokat, zónákat képes rögzíteni, hanem egy csomó információt is, amit mi magunk adhatunk meg. Például az egyes zónákban, az egyes munkaműveletekben mennyi hatóanyagot juttasson ki a permetezőgépünk. Így pedig pár kattintással elkészülhet a differenciált kijuttatási térképünk, és egy gombnyomással kiszámítható az is, hány liter permetlevet kell magunkkal vinni. Elsőre ezt talán bonyolultnak tűnik, de a második-harmadik évben már megszokott rutin. Mennyi időnként kell ezt a fájlt újra alkotni, vagy újra kell-e? Hát mi azért azt szoktuk mondani, hogy egy ilyen határfájlt az minimum évente érdemes újra alkotni. Nem is a differenciált részét, hanem ténylegesen csak a határfájlt, mert hát nyilván közben változhat, még akkor bérleménybe bekerül egy másik tábla hasonlók, mindig van valami változás, aha, és ugye ténylegesen a talaj említve volt, az is fontosan változik ott a körülményekhez mérten, meg a kezeléshez mérten, úgyhogy érdemes frissíteni évente a zónásítást, meg hát főleg, mert nyilván kultúrától is függ alapvetően, úgyhogy ez is sok összetevő is tud lenni, de évente szoktunk mindenféleképpen frissíteni.